néhány hónappal azután, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, 2022. májusában adta be a NATO csatlakozási kérelmét Finnországgal közösen Svédország. A legtöbb tagország mindkét ország felvételét támogatta, de a magyarok a finnek és a svédek csatlakozását is akadályozta. Hogy ez visszaüthet-e a diplomáciában, arról Jeszenszky Gézával beszélgetünk. Történész volt, külügyminiszter vendégem van, jó estét kívánok, örülök, hogy itt van. Lassan több mint másfél éve, sőt, már több mint másfél éve zajlik ez a történet a svédekkel, az ő NATO csatlakozásukkal, meg hát a magyar parlamenttel, amelyik bár a magyar kormány szavakban elkötelezett a NATO csatlakozás ügyében, de közben blokkolja ezt a svéd csatlakozást. Most azt mondta Orbán Balázs egy órával ezelőtt, másfél órával ezelőtt itt a Vox 2024-ben, ugye a miniszterelnök igazgatója, hogy hát voltak éppen ez az elkötelezettsége a kormánynak változatlan, de hát a frakció egyrészt, másrészt meg hát a svédek is, hát ők is igazán magukba szállhatnának. Igen, hát én nem szeretek beleszólni belpolitikai kérdésekbe, de itt mégis rá kell arra mutatni, hogy a magyar parlament rendkívül szófogató, hogy úgy mondjam, legalábbis a kormánnyal, a központi akarattal szemben. Hát ha az Antal kormánynak ilyen lett volna a saját frakciója, akkor örültünk volna. Tehát itt azt látható, hogy bármi központi utasítás akarat van, azt végrehajtja. Tehát itt egy olyan ellentmondás van, sajnos azt kell mondanom, hogy miközben a kormány egy valamit mond, vagy a miniszterelnök, és akkor valami furcsa módon a parlament itt akadékoskodik. Na de hát mivel, mire hivatkoznak? Arra egyrészt, hogy a svéd sajtó, vagy esetleg svéd politikusok bírálják a magyar viszonyokat. Hát a világ minden plán demokratikus országának nem csak joga van, hanem a gyakorlat is az, hogy bírálja azt, ami egy akár a legjobb barátja esetében, szomszédja esetében számára nem rokonszenves. A bírálatokat mindig komolyan kell venni, sokszor ebből lehet tanulni, és figyelni kell mindenképpen erre. A sértődés, a harag az soha nem jó tanácsadó. Hát ráadásul a magyar politika is hajlamos arra, hogy más országokkal kapcsolatban vélemény nyilvánítson, vagy mondjuk kijelentse azt, hogy kinek szurkol és kinek nem. Hogyha most megnézzük azt, hogy például a Magyarország kormánya Rendre Tamper elnök, volt elnök, most elnökjelölt mellett teszi le a voksát, miközben nem szavaz. Igen, hát ugye persze ez is, hogy tetszik, beavatkozás, vagy akár a szlovák választásban egyértelmű volt, hogy Magyarország, a magyar kormány aktívan beavatkozott, és hát Fico így lett miniszterelnök, valószínűleg nem győzött volna, vagy nem nyerte volna meg ezt ő. Azután hát ugye Ficóról meg az is érdekes, hogy hol ezt mondja, hol azt mondja, 10-15 évvel ezelőtt a fő magyar falu magyar ellenes volt, azután Budapesten itt összeülelkeztek a miniszterelnökkel, és Kijevben pedig megint mit mond. Na de hát ugye... Kijevben, illetve Ukrajnában, nem Kijevben találkoztak. Ja, jó. De igen, tehát a Ungváron, ha jól emlékszem, igen. A ukrán miniszterelnököt biztosította arról, hogy semmi nem úgy van, mint hogy Budapesten Orbán Viktor biztosította arról, hogy úgy van minden. Szóval ez egy nagyon fura dolog. A magyar diplomáciáról egy kicsikét, és aztán majd érdemes lesz beszélni a magyar-ukrán kapcsolatról is, meg Szijjártó Péter fenyegetéséről, látogatásáról és mindenről. Az, hogy nekünk van egy ilyen vitánk Svédországgal, emiatt blokkolunk egy olyan hatalmas gépezetet, mint a NATO, azon a módon, hogy nem tudja fölvenni Svédországot a tagjai közé. Ennek mi lehet a célja? Mit hozhat ez a magyar kormánynak, vagy személyesen Orbán Viktornak? Még azt is kérdezném, hogy Magyarországnak, de talán ezzel már túlzok is. Hát tulajdonképpen ennél károsabb magatartást nem tudok elképzelni, amit a Magyarország vagy a magyar kormány tanúsított a svéd csatlakozás kérdésében. Ugye éveken keresztül én azt is nagyon sajnálattal hallottam, figyeltem, hogy az Európai Unióval milyen értelmetlen és jogtalan, vagy akár Norvégiával, amikor én nagykövet voltam, milyen vitát folytattunk. De a NATO-hoz addig még nem nyúlt. A magyar propaganda, a Brüsszel ellenes plakátok a NATO-t nem érintették. Na most, hogyha azt akarjuk, hogy a NATO-ban is a nem, már nem létező tekintélyünk még mélyebbre süllyedjen, a presztízsünk, akkor ezzel azt érték el. A bizalmatlanságnak a tetőfoka. Ráadásul, hát ugye szavakban még persze mi is azt halljuk, hogy hát a erős NATO legyen. Na, de hát egy NATO-t mit tesz erőssé? Hát egyrészt
az akarat, a készség az ötödik cikkely betartására. Az Amerika jelenlegi politikája, ami kérdéses, hogy hogy folytatódik esetleg Trump alatt. De hát a finn csatlakozásnak óriási előnye van azzal, hogy egy hatalmas, hosszú határa van Oroszországgal. Tehát Oroszország eddig az északi fronton mondjuk passzív lehetett, most már nem. A svédeknek pedig egy rendkívül erős hadserege van. De ehhez képest a magyar hadsereg sem teljesen jelentéktelen. Tehát a NATO-t erősíti rendkívül ez az északi szárny, és Magyarországnál nem is, nincs is magyarázat rá. A törökök esetében még volt valami érthető cél, nem helyes cél talán, de az, hogy hát ugye a kurd kisebbséget ezzel is mondjuk szorítsák, vagy az a törökországi emigrációt korlátozzák. Hát meg amerikai gépeket, repülőgépeket szerettek volna. Hát igen, ez egy nagyon fontos dolog volt, de Törökország mondjuk elérte a céljait. Magyarországnak milyen célja? Hát ő beszéljenek rólunk szépen a svédek. Hát ezt hogy lehet elérni? Lehet parancsolni a svéd sajtónak? Hát azt nem tudom, hogy a svéd sajtónak lehet-e parancsolni, azt gondolom és azt remélem, hogy nem. De az furcsa minden esetre, hogy amikor a magyar miniszterelnök meghívja a svéd miniszterelnököt, hogy akkor most beszéljünk már őszintén egymással, mert hogy az vezet eredményre, akkor a svéd miniszterelnök a külügyminiszterén keresztül üzenve visszautasítja ezt a meghívást. Furcsa. Nem szokásos talán. Igen, hát de azért ez a diplomácia. A diplomácia nem csak udvariasságból áll, hanem néha oda csapni. Svédország sokat nyelt Magyarország tól ezzel a csatlakozási cirkusszal. Hát ez most, miután a dolog azért eldőni látszik azzal, hogy Törökország megszavazta, tehát ez egy válasz. Egyébként én láttam, hogy azért nem olyan éles ez a válasz, tehát a svéd külügyminiszter nyilatkozatában azért van sok, mondjuk akár pozitívnak mondható a magyar kormány számára is, ugye, hogy más van a levélben, a miniszterelnöki levélben, és más, ami itten a Twitteren megjelent. Tehát, és a tárgyalásokra nem azt mondja, hogy nem akarunk tárgyalni, nem sürgős, nem időszerű. Miről akarunk tárgyalni? Most már ugye a svéd, jó, hát Magyarország. Ugye az kínos lehetne a svédeknek, hogy idejönnek, és úgy alakul minden, ahogy Orbán Viktor szeretné. De nyilván egy ilyen találkozóba nem érdemes belemenniük, hogy mondjuk erőszakoljak Orbán Viktor a svéd bocsánatkérés, nyilván ezt meg sem tennék. Nyilvánvalóan. Hát ugye én azt gondolom, hogy a svédek most már várják, és úgy látják, hogy Magyarország egyfajta szorítóban van, hát éppen a NATO főtitkárnak a telefonbeszélgetése, ez sem minden nap történik, hogy fölhívja a NATO legerősebb vezetők, ember a magyar miniszternek, hogy na hát mi lesz az ígéretekkel, ugye, mert ez hangzott el. De hát, tehát a svédek most azt hiszem, hogy a nyerekben érzik magukat, és várják, hogy azért most már kénytelen lesz a magyar parlament ratifikálni, és hogyha ez megtörtént, akkor, ha akarunk, akkor, és ha látnak készséget, a svédek nem haragtartók, ahogy a norvégok sem. Hát, úgyhogy ennek nincs semmi akadálya, hogy itt mintél jobb viszony, vagy bizalmi viszony. Hát persze nagyon nehéz bizalmat visszanyerni, elveszíteni pedig nagyon könnyű. Hát az mindig minden kapcsolatban így szokott lenni, ezek szerint a politikában is. Ukrajna-Magyarország lesz, Zelenszkij-Orbán találkozó, ha minden igaz, és ennek kapcsán jelent meg az, hogy halálos fenyegetést kapott Szijjártó Péter valamely csoporttól, amelyik robbanással fenyegeti. Hát az nyilván valamiféle katonai akció Szijjártó Pétert, amikor Ukrajnába látogat. Kérdezem, azt nem lehet tudni, de azért felteszem a kérdést, hogy ezt mennyire kell komolyan venni. De azt is kérdezem együtt, hogy ez kinek az érdeke? Hát én nekem ez volt a reakcióm rögtön. Egyébként a Hír TV tegnap meg akart hívni, de nem értem rá, de pár szóval utaltam arra, hogy ez kinek az érdeke, csak is Oroszország érdeke. Na most ugye ilyen fenyegetés rengeteg ember kap, minden vezető kap szinte. Amikor én külügyminiszter voltam, és a délszláv háború kitört, hát a szerb sajtó, és hát a szerb, gondolom, hogy egy személy, szélsőségesek, azok szintén hát vesztemet kívánták, és hát ilyen fenyegetéseket kapott a magyar nagykövetség. Ugyanakkor nem mondanám azt, hogy ezeket félvárról kell venni, mindig egyrészt a fogadország felelőssége, nincs kétségem, hogy az az Ukrajna,
aki a világ vezetőit fogadta, miközben egy háború van, ő nem fogja magát kitenni annak, hogy engedjen valamiféle támadást a magyar külügyminiszter ellen. De a döntők, lehet, hogy van egy őrült csoport Ukrajnában, de még a ukrán szélsőségeseknek is az az érdeke, hogy Magyarország is támogassa Ukrajnát, vagy legalábbis ne Oroszország mellett álljon. Tehát nekik nem érdekük az, hogy Magyarországot mintegy megsérteni, vagy megijeszteni. Ellenben Oroszországnak az az érdeke, hogy Magyarország és Ukrajna viszonya ne javuljon. Hogy noha Ukrajna megtette már az első fontos lépéseket a magyar oktatás folytatására, biztosítására. Ez a nyelvtörvény ugye nyelvtörvény, igen. Tehát ez egy jó kezdet, és hát természetesen örvendetes lenne, hogyha Orbán Viktor miniszterelnök is szembesülne Kijevben azzal, hogy milyen egy háborús főváros, ahol a békés lakosság veszélyben van, nap óránról órára a lakótelepeket bombázzák, a polgári lakosság ellen is háború folyik. Tehát ez is csak örvendetes lenne, és én úgy látom, hogy Ukrajna minden vonatkozásban kész arra, hogy Magyarországgal jó viszony. Jó, ez egy orosz, ez a fenyegetés, tekintsük új orosz érdek, mondjuk játszunk ezzel a gondolattal így. Mit akarhatnak elérni? Mert ettől Szijjártó Péter nyilván oda fog menni, ettől Orbán Viktor nyilván találkozni fog. Zelenszkivel mit tudnak elérni ezzel? Hát egyrészt ugye orosz közvélemény az nem számít, mert ha van is valami vélemény, azt elfojtják. A magyar közvélemény valamennyire számít, és Magyarországon sikerült hangulatot teremteni Ukrajna ellen, nagyon erős hangulatot. Aztán ugye érdekes, és még érdekesebb, hogy Oroszország melletti hangulatot teremteni. Tehát, hogyha a magyar átlag olvasó, hallgató azt arról értesül, hogy a magyar külügyminiszter, aki mondjuk jószolgálati útra megy, és azt megfenyegetik, akkor ebből egy erősödhet egy ukrán ellenes hangulat, tehát ilyen értelemben látom én különösen az orosz érdeket, hogy Magyarországot megtartani abban a szerencsétlen és szomorú mondjuk látszatban, hogy Magyarország ebben a háborúban szemben szövetségeseivel, itt Oroszországnak drukkol, de semmiképpen sem azt akarja, hogy Ukrajna nem is nyerje meg, hanem hogy Ukrajna kerüljön ki ebből a háborúból úgy, hogy a nemzetközi jog ne sérüljön meg, és hát egy olyan szomszédunk legyen, amely egy valóban független állam, és nem egy vazallus, mondjuk egy ilyen fehér Oroszország szerű. Jeszenszky Géza, köszönöm szépen. Örömmel mindig.